Még a távfűtési szezon előtt befejeződnek a javítási munkálatok, jelentette ki Dejan Vukovics, a Toplana közvállalat igazgatója. Ugyanakkor kitért arra, milyen problémákkal küzd a közvállalat, hiszen évekre visszamenőleg több adóssággal is szembe kell néznie, miközben a távfűtési szolgáltatásokért járó juttatás sokan nem fizetik rendszeresen. Csak a Szröbiagász irányába 84 millió dináros tartozás halmozódott fel 2008 óta. Az egyik lehetőség, amellyel tisztázhatnák ezt az adósságot, hogy átruházzák részesedésüket a Gáz DOO Óbecse vállalatban, amely 51%-ban a Szröbiagász, 49%-ban pedig az óbecsei Toplana tulajdonában van, nyilatkozta Dejan Vukovics, a közvállalat igazgatója. Annak ellenére azonban, hogy a közvállalat jelen pillanatban nehéz anyagi helyzetben áll, biztosítja felhasználóit arról, hogy október 15-től beindul a távfűtés.